térdepelve. Most a gyónom a mindenható Istennek kell dolgozom, és nektek testvéreim. A lényege ugye a titok. Gyónási titok. De annyit elárulhatok, számos alkalommal gyóntam különböző alakú, pihé és égszerezett fülekbe. Van ebben valami ilyen kegyetlen, hisz nem erre van felszentelve a ti fületek. Tényleg nincs semmi közöttök hozzá, csak mint az első benyomás turisták általában ingadozó létemre keresztet vetettem a templomatokban. Pedig az érintés nem arra való, hogy rögtön tabu legyen belőle. Csak érdekes akartam lenni hogy lenyűgözzön akár egy elrontott csattanó, a legőszintébb mesém is a szószéteketeken ágálva meséltem. Gyónás attrakció. És ti lenyűgözve figyeltétek. Tapogathattátok imára kulcsolt kezetekben a saját nyirok termelte vágyat, pedig ez a szex az írások szerint már Mária Magdolnának se jött be. Hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy ez nem volt, egyik sem volt gyónás. Csak a figyelmed vadászatának prédikációval megejtett esete. A templomomban hideg van. Menjetek ki a napra, szárítsa le az indiszkrét szavak keltette párát. Én védkem, én védkem. Titok! Rátok nem. Kizárólag az Istenemre tartozik.